dühös, mindenki. Szép jó estét mindenkinek! Az a helyzet, hogy olyan sokan vagyunk, hogy a tömeg még mindig jön az Andrássy úton, és azért a türelmeteket szeretném kérni. Azt szeretném még kérni, hogy akik itt állnak, közvetlenül elől ereszik kicsit lejjebb a transzparenseket, mert a sajtó munkatársai mögöttetek is dolgoznak, és akkor tudnak minket látni a tévében, hogy milyen sokan vagyunk, hogyha nem takarjuk el. Köszönöm szépen, és köszönöm a türelmeteket is, hamarosan kezdünk. Vannak az álmok témán, benne a gyöngyöt érnek témán. Nem is alszott a bakkan a lágyon, nem is mászol a szürke ruhámban. Nem pedítsen a testnek a szárnak, nem is látod mennyire látta. Aki dobta, mégsem fája, nem másznak rá utánad. Magadnak tisztes része, de annak fáj a szárja. Csak alszom a nézisebben, egy kicsit részlegemben. A szűrtem a két kezemben, a végre megfordulta. Egyet megmozdulnak. Csak alszom a nézisebben,
szemben, egy kicsit részegedben, a szívem a kékezetben, a végben megmozdultam. Minden a kéros ebben, a szívem a kékezetben, gyere mértem dobban, a végben megmozdultam. Szervusztok ismét! Az a helyzet, hogy hátul nagyon sokan nem jutottak még elég közel a színpadhoz, ezért arra szeretnénk mindenkit kérni, akit kicsit szellősebben el, hogy jöjjön nyugodtan közelebb, nem kell tőlünk félni, és cserébe, nem tudom, jobban lehet hallani valószínűleg, és úgyis már gyakoroltuk a tüntetésen az egy lépés előre rigmust. Szóval ennek fényében kérek mindenkit, hogy akár oldalra, akár előre gyertek közelebb a színpadhoz, és engedjetek ide mindenkit, aki még az Andrássy út végén áll, hogy mindenki tisztán hallhassa, és ne járjunk úgy, mint a Szabadság téren. Köszönöm.
does the shock you see? He left us the sun. Tragédiáinkat nem feledjük, de nem gyűlöljük a szomszédainkat a sérelmekért. Ahol elfogadjuk, hogy attól, hogy mi büszke magyarok vagyunk, még lehetnek büszke szlovákok. Ahol egy embernek lehet egyszerre több identitása is, mert ezek nem kizárják, hanem építik egymást. Hiszen lehet valaki egyszerre magyar, európai, sváb, fradista és momentumos. Szép jó estét, szervusztok! Remélem senki nem fáradt el idefele úton. Köszöntök mindenkit a Hősök terén, Hajnal Miklós vagyok, a 13. kerületi alapszervezet elnöke. Hamarosan a Momentum mindhárom elnökségi tagja beszédet fog mondani, de arra szeretnék titeket, hogy először is kérlek, húzzátok lejjebb a transzparenseket, hogyha a sajtó előtt álltok, illetve a zászlókat, és énekeljük el közösen a himnusz. Következik a Momentum alelnöke, Soproni Tamás, majd a Momentum elnökségi tagja, Potyondi Edina, és végül a Momentum elnöke, Fekete Győr András. Fogadjátok őket sok szeretettel! Pénteken a buszon utaztam, és mellettem egy kislány ült a nagymamájával. Nézegetett ki az ablakon,
és egyszer csak felolvasta az egyik plakátot, amit kinlátott. Állítsuk meg Brüsszelt! Ott helyben nem fújoghattunk, néma csöndben álltunk. Mindenki elnémult körülöttünk, mert nincs annál ijesztőbb, mint amikor egy gyermek szájából hallod a gyűlölet propagandát. Belegondolni is rémisztő, hogy mi lesz itt 10 év múlva, hogyha a gyerekek agyát a minden sarkon jelenlévő propaganda mossa át. És belegondolni is rémisztő, hogy mi lesz velünk, ha folyamatos kamuháborúban élünk. És tudjátok mit? Én nem gyűlölök. Én nem fogok gyűlölni, de dühös vagyok. Dühös vagyok a plakátokra, dühös vagyok a gyűlöletkampány kitalálóira, és dühös vagyok a kormányra! Dühös vagyok, mert egytől egyig bűnösök abban, hogy egy rémisztő és kilátástalan világot teremtenek körénk, a félelemből építenek falat, hogy bezárjanak. Ismerős nektek ez a világ valahonnan? Nem meglepő, mert 40 évig ez volt a valóság. És én pont elég rém történetet hallottam a szüleimtől ahhoz, hogy tudjam, nem akarjuk, hogy Orbán és Putyin visszahozza ezt a világot! Pedig ezek sajnos nem csak rémtörténetek. Én is a bőrömön érzem a keleti szelet, mert Oroszország sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Elvitték ugyan a tankjaikat, de visszakúsztak a gázvezetékeken, az álhírportálokon és a politikai eliten keresztül. Nem tekintünk fenyegetésként Oroszországra. Ezt mondta Orbán Viktor külügyminiszter a múlt héten. Hát, hogyha tanultak volna a történelmet, ha van valami, amit megtanulhatunk a történelmünkből és a szabadságharcainkból, az az, hogy Oroszország veszélyt jelent Magyarország szabadságára. És a kormány hiába hazudja magát szabadságharcosnak, nem lehettek még a törökösei sem 48-nak, sem 56-nak. Tisztázzuk, hogy nem a Magyarországon élő, tisztességes orosz emberekkel van baj, és nem az elnyomott orosz néppel van baj, hanem azzal van baj, ha az orosz titkosszolgálat félkatonai szervezetekkel nyíltan gyakorlatozik Magyarországon. Ezzel van baj. Na meg azzal van baj, ha a putyini háborús buszításért a kárpátaljai magyarok fizetnek az életükkel. És azzal van baj, ha orosz propagandával szítanak gyűlöletet magyar és magyar között. Ezekkel van baj. És ez fáj. Ez fáj és dühít, mert én nem akarom, hogy az országomat ismét 40 évnyi rabláncra kössék. Pedig a láncszemeket az orrunk előtt kovácsolják. Állampolgárság nélküli csecsenek fenyegettek meg, ha nem értesz egyet az orosz propagandával. Egyetemeket záratnak be moszkvai mintára. Titkos szerződésekkel, na meg egy atomreaktorral betorozzák be az orosz befolyást. És propaganda törvényekkel bélyegzik meg a civileket. De a düh nem elég. A düh nem elég, és ne csak a rémálmainkról beszéljünk, hanem beszéljünk az álmainkról is. Mert mi a Momentummal veletek szövetkezve egy olyan országot szeretnénk teremteni, egy olyan országot fogunk teremteni, amely iskoláiban nem hibás egyentangönyvekből magolnak a diákok, hanem a tanárokkal közösen tanulnak gondolkodni. Egy olyan országot, amely nem az alkoholisták, hanem a születések számában van az élmezőnyben Európában.
amely nem tiltja a megújuló erőforrásokat, hanem a segít, ha a házad tetejére napelemet szeretnél. Amelyben az állam nem elgáncsol, hanem felsegít. És amely a visegrádi négyeknek nem a negyedik, hanem az első számú tagja. Az elmúlt 27 évben számtalanszor hallottuk azt, hogy Magyarország valahol a kelet és a nyugat között van. Kompország, mondják. Hát egy fenét. Egyszerűen nem igaz. Magyarország is nem egy híd közepén áll, hanem az egyik oldalán. A nyugatin! Magyarország Szent István óta a modern Európa része, és minden felelős, erkölcsös magyar politikusnak felelőssége az, hogy ez így is maradjon. Magyarország egy olyan Európa része, amely a világ élvonalába tartozik, mind politikailag, mind katonailag, mind gazdaságilag, mind kulturálisan. Egy olyan Európa része, amelyben 100 évvel a trianoni nemzeti tragédia után végre elkezdődhetett a nemzet egyesítése a határok lebontásával. És egy olyan Európa része, amely megmutatta, hogy nem a nemzetek közötti háborúk, nem a rivalizálás az, amely előre visz, hanem a szoros együttműködés tesz minket naggyá. Orbán Viktor Oroszországhoz akarja csatolni Magyarországot. De ígéretem nektek, ezt megakadályozzuk. Mert a Momentum célja az, hogy Magyarország a nemzeti önállóságát megőrizve kivegye a részét abból, hogy egy erős Európát építsünk. De ehhez ti kelletek. A nyugati határ mellett nőttem föl Moson-Magyaróváron. Gyerekkoromban, amikor külföldre utaztunk, a szüleim minden egyes alkalommal megjegyezték, hogy nekik még mindig görcsbe rándul a gyomruk, amikor átkelnek a hegyeshalmi határon. Én ezt soha nem éreztem. Nekem a határ néhány lepukkant viskót és sorompót jelentett a pusztában. És ez az az élmény, ami megkülönbözteti a mi generációnkat a szüleinkétől. Nekik a határátlépés szorongás volt, nekünk kaland. Az ő élményük történelemkönyvbe illik, a miénk inkább úti könyvbe. A külföld nekünk nem gyomorgörcsöt jelent, nem szorongást, hanem lehetőségeket. És ez az elmúlt 13 év Európai Uniós tagságunk eredménye. Tizenhárom év alatt az EU tanulópályáján volt hazánk. Megismerkedhettünk az EU szellemiségével, és ami a legeslegfontosabb, hogy az EU-tól kapott pénzből építettük Magyarországot. Európa. Metró, vasutak, közterek, kórházak, iskolák, vállalkozások, kutatóintézetek. Ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy élhetőbb Magyarországot kapjunk. És ők ezt akarják most megállítani?
év. 13 év alatt a Fidesznek már rég meg kellett volna tanulnia azt, hogy hogyan kell beszélgetnie Brüsszellel. És ehhez képest úgy viselkednek, mint a kamaszok. Mint hogyha ők lennének 13 évesek. Bármi történik, mindig más a hibás. De a zseppénz az persze jól jön. Hogy egyre távolabb sodródunk Európától. Pedig mi egy olyan nemzet tagjai vagyunk, amitől Európa nem elvesz, hanem amihez hozzátesz. És egy olyan nemzet tagjai vagyunk, ami nem elvesz Európától, hanem hozzátesz ahhoz. Mert Európához tartozunk immár 1000 éve, és ez nem alkú tárgya. Ideje, hogy Európáról ne az jusson eszünkbe, hogy vén, hanem az, hogy modern. Kétségtelen, hogy az EU-nak meg kell újulnia. De ehhez a régi és az új tagállamoknak egymás bizalmára, együttműködésre és kölcsönös alázatra van szüksége. A mi feladatunk az az, hogy együtt teremtsünk egy valóban közös Európát. Ahol az emberek többé nem elszenvedői, hanem alakítói a politikának. Ahol Európa olyanná válik, amilyenné mi tesszük. Ahol nem a fejünk fölött, hanem velünk közösen döntenek a jövőnkről. Mert mi nem csak Magyarország, hanem Európa is vagyunk. De ehhez először itthon kell rendet raknunk. A Momentum 45 napos országjárásán eljutott minden megyébe. Rengeteg szülő jött el. Rengeteg szülő panaszolta, hogy a gyerekei külföldön tanulnak, és félő, hogy soha nem fognak hazaköltözni. Ennél szomorúbb. Ennél gyalázatosabb kritika nem érheti egy ország vezetését. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, egy élhető európai Magyarországra van szükség. Ahol nem a kajapénzből kell lecsípni egy váratlan egészségügyi kiadás, vagy az iskola kezdés miatt. Ahol nem luxus a napi 3 étkezés, a fűtött lakás, vagy akár egy nyaralás. Egy olyan Magyarországra van szükség, ahova érdemes hazajönni. Mert bár jó, ha kipróbáljuk magunkat külföldön, de csak akkor, hogyha ez egy lehetőség, és nem egy kényszer. Egy lehetőség, amellyel szerezhetünk tapasztalatokat, gyarapíthatjuk tudásunkat, de azért, hogy ezeket aztán itthon ismét a közös céljaink szolgálatába állíthassuk. A Momentumban azért dolgozunk, hogy egy európai Magyarországot építsünk, ahonnan el lehet indulni, de ahova hazatérni is érdemes. Mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy elveszítsünk egy generációt, a saját generációnkat. Tudjuk, hogy sokan külföldre kényszerültök,
De van miért hazajönnötök, mert rátok is szükségünk van. Gyertek haza! Gyertek haza, mert várunk titeket! Gyertek haza, mert ti is kelletek! Gyertek haza, és indítsuk be Magyarországot! Azért vagyok itt köztetek, hogy elmondjam, mit kell tennünk a következő egy évben. Cselekednünk kell. Mert én meguntam, hogy csak kesergek azon, hogy mi nem jó, nem pedig teszek azért, hogy jobb legyen. Pedig felelős vagyok a jövőmért. Felelős vagyok a sorsomért. Eleinte egyedül voltam, és tehetetlennek éreztem magam. Aztán egyre többen lettünk, megalapítottuk a Momentumot, és éreztem, hogy a közösségben van az erő. A tehetetlenséget felváltotta a cselekvés ereje. Most pedig azt látom, hogy rengetegen vagyunk. És ez azt jelenti, hogy nincs lehetetlen. Együtt, ennyien és még többen be tudjuk indítani Magyarországot. Mi abban hiszünk, ellentétben Orbán Viktorral, hogy beindítani kell dolgokat, nem pedig megállítani. Ön megállítani akarja Brüsszelt. Megállítani, mert rájött, hogy az ő vezetésével Magyarország sosem fogja utolérni. Nem fogja utolérni, mert nem érti a 21. századot és fél, hogy ez kiderül. Ezért zárja be az egyetemeket, ezért veszi semmibe a Nobel-díjasokat, ezért dönti romokba az oktatást, hagyja lezülleni a kórházakat, teszi tönkre az Origót, a megyei lapokat, listázza a civileket és a gondolkodókat. Orbán Viktor azért kelt félelmet, mert ő is fél. Fél attól, hogy kiderül a hozzá nem értése. Fél a szabad sajtótól, és fél a szabad választásoktól. De leginkább tőlünk, emberektől fél. Pedig 13 évvel ezelőtt, május 1-én, uniós csatlakozásunkkor, minden korábbinál közelebb kerültünk ahhoz, hogy felzárkózzunk Európához, amire évszázadok óta vártunk. De Orbán Viktor a lebukástól való félelmében inkább a buta telefonok világát választja, szabályozás helyett elüldözi az Ubert, bevezetné a netadót, száműzi az informatika órát, listáz mindenkit, aki okosabb nála. Moszkva irányába tereli a nemzetet. A gazdag, modern, szabad Európa helyett ő a szegény, elmaradott és elnyomott Oroszországot teszi hazánk példaképévé. De mi fiatalok, akik hazajöttünk és akik itthon maradtunk, kezünkbe vesztük a sorsunkat, és megfordítjuk az irányt.
Ott voltunk Londonban, Brüsszelben, Berlinben, az egész világon, és most fordul a kocka. Nem a külföld szívja el az értékes tudást, hanem mi hozzuk haza. Hazajöttünk, hogy megvalósítsuk azokat a jó példákat, amiket külföldön láttunk. Mert nem Mészáros Lőrincek, hanem Széchenyi Istvánok építik a hazát. Elérkezett az idő, hogy a kozincbarcikai, a pesti és a londoni, a jobbos és a balos, a keresztény és az ateista, a szegény és a gazdag, a fiatal és az idős felismerjék közös nemzeti sorsukat, mert feladatunk van. Tegyük félre ellenérzéseinket, mert mindannyian hazafiak vagyunk, mert mindannyian a magyarság értékes alkotóelemei vagyunk, és nem kevesebb a feladatunk, mint hogy egy vállalkozó szellemű, szolidáris, modern nemzetet építsünk a 21. század Európájában. Beindítjuk Magyarországot a 21. század legfontosabb erőforrásával, a tudással, amit megszereztünk. Mi nem megállítani fogjuk Brüsszelt, hanem utolérni. Orbán Viktor Magyarországa egy elnéptelenedett puszta, a közepén egy állítsuk meg Brüsszel táblával. Innen, ha még van is lejjebb, már nincsen hátrébb. Orbán Viktor putyini mintára a félelem rendszerét építi. De mi nem hagyjuk, hogy sikerrel járjon. Lebontjuk ezt a rendszert, és beindítjuk Magyarországot. Nem félünk tőlük, és ezt meg is mutatjuk nekik. Az elmúlt hetek összes tüntetésével, és most itt veletek is azt üzenjük. Nem mondjuk, hogy könnyű vagy egyszerű túllépni a mindent átható félelmen. De mi olyan országot szeretnénk, ahol 2020-ig vagy 2030-ig lehet előre tervezni, nem pedig 20-ig vagy 30-ig. Küldhetnek ránk kopaszokat, de mi nem megijedünk tőlük, hanem beszélgetünk velük. Nem félünk tőlük. Kirúgathatnak minket az állásunkból, de majd találunk másikat, mert ellentétben velük mi nem megélhetési politikusok vagyunk. Nem félünk tőlük. Elővehetik a szüleinket, nagyszüleinket, a másodonok, a testvérünket, hogy mit csinált a 94-ben, kire szavazta a 98-ban, de 2017-et írunk, és mi nem vissza, hanem előre nézünk. Nem félünk tőlük. Megfigyelhetnek, követhetnek, lehallgathatnak minket. De nekünk, ellentétben velük, nincs semmi rejtegetni való. Ráküldhetik a napot a helyekre, a vállalkozásokra, akik vendégül látnak vagy támogatnak minket. De nem fognak találni semmit, mert nem mi lopjuk szét ezt az országot. Nem félünk tőlük. Hazudozhat rólunk a propagandagépezet, de ezzel nem minket, hanem saját magukat járatják le. Fenyegethet minket a kormány közeli plakátszék. Rendőrt is állíthatnak minden egyes plakát alá, de ezzel csak azt érik el, hogy majd a rendőr tart bagot nekünk, hogy felrakhassuk a matricánkat. Nem félünk tőlük! Nyomást gyakorolhat ránk a rektor,
az igazgató, a polgármester, de mi nem hajlunk meg, mert nekünk egyenes a gerincünk. Nem félünk tőlük, és ti se féljetek. Üzenjük annak a komáromi lánynak, aki nem mert bejönni a rendezvényünkre, amikor meglátta, hogy ott a propaganda gépezet, mert megijed, hogy megláthatják, és emiatt kirúghatják. Ne féljen, megvédjük! Ahogy azt a tagunkat is megvédtük, akit azért rúgtak ki, mert momentumos. Ne féljetek, mert megvédünk titeket. Segítünk. Közösségben erősek és hangosak vagyunk. Egyénenként gyengék és halkak. A Momentum olyan közösség, amiben megvédjük egymást. Nem félünk tőlük. És nekik nincsennél ijesztő. 7 éve, akármilyen durvát lépnek, a legtöbbször mindenki csak kussol. Hozzászoktak ahhoz, hogy bárki elhallgattatható vagy lefizethető. De mi nem. Mi nem félünk tőlük. Ahogy ők egyre mélyebbre süllyednek, mi úgy erősödünk. De az, hogy nem félünk, csak az első lépés. A másodikot cselekszünk. 2018 tavaszáig 1 évünk van, és ez pont elég. 1 év alatt startupokból világcégek lesznek. Kieső jelöltekből bajnok csapatok. Ismeretlen költőkből nemzeti hősök. Mi, a Momentum, a következő 1 évben mindent megteszünk, hogy lebontsuk a félelem rendszerét. Éjjel-nappal dolgozni fogunk. Folytatjuk az országjárást, és eljutunk minden településre, hogy meghallgassuk az embereket és beszélgessünk velük. Felmérjük a helyi és országos problémákat, majd együtt adunk rájuk válaszokat. Mi valódi konzultációt folytatunk. Hogy fogjuk ezt elérni? Veletek! 2 hónap alatt több mint 1000-en jelentkeztetek a Momentumba, és több mint 100 helyi szervezetnek tettük le az alapjait. És ez a szám hétről hétre nő. Egy országos és cselekvő közösséget építünk. Ott vagyunk mindenhol. Helyben, az utcán, a tüntetéseken, és elindulunk a választásokon. Egy olyan kormányprogrammal, ami a valódi problémákra nyújt valódi válaszokat. A hazahozott tudás és a helyi megoldások programja lesz ez, amelyet október 15-én mutatunk be az országnak. Szállítani fogjuk időre, ahogy szállítottuk február 17-ére a 266.151 aláírást is. De azt is tudjuk, hogy a jó program csak az alapja Magyarország beindításának. Szükség van a cselekvés köreire is, a tetrekész emberekre, mert az állam cserben hagyott minket. Nem működik az egészségügy, az oktatás, a közlekedés. A hétköznapjaink váltak működésképtelenné. Magyarok milliói azért nem foglalkoznak az ország ügyeivel, mert úgy érzik, semmit sem tehetnek azért, hogy jobb legyen. Nekik azt üzenjük, mi is így éreztük, de aztán megtanultuk, hogy közösségben az erő. A cselekvés körei helyi tapasztalatokból helyi megoldásokat fognak adni a mindennapi problémákra. Csatlakozzatok hozzájuk! Kecskeméten egy gimnazista fiú mesélte, hogy az iskolával nem indult el az informatika szakkör. Így nem tudja azt tanulni, amit szeretne. 2 másik, már egyetemista srác a közönség soraiból azonnal felajánlotta, hogy majd ők megtanítják programozni. Mi ezt hívjuk a cselekvés köreinek.
ahol az ehhez hasonló történetek születnek. Mert a magyar emberek tenni akarnak, csak eddig lefogták a kezüket. Az alapoknál, a helyi, kézzel fogható problémáknál kezdjük, és a közösség erejével indítjuk be Magyarországot. A közösség erejével, és ez nélkületek nem fog menni. Hiába vállaljuk, hogy a következő évben éjjel-nappal dolgozni fogunk, hogy lebontsuk a félelem rendszerét, és felépítsük az élhető Magyarországot, ha ti nem jöttök velünk. Újjáépítünk, és ehhez kell a segítségetek. Nagyon sok ember van, akit megtéveszt a félelem rendszere. Akikhez csak a félelemkeltés, a propagandagépezet komu hírei jutnak el. Mi nem tudjuk felvenni a versenyt a hazug TV2-vel, az MTVL híradóval vagy a Lokállal, de ti igen! Ti vagytok a médiák! Ti eljuttok mindenkihez! Beszéljetek a nagyszülővel, nagynénivel, unokatesóval, keresztanyával, családi baráttal! El kell mondanatok nekik, hogy ha látni akarják az unokájukat, és nem csak évente egyszer, karácsonykor, mert amúgy Londonban él, akkor megújulásra van szükség. El kell mondanatok nekik, hogy nem mertek vállalkozni, mert ha van bármilyen iparág, ami működik, arra szemet vet a Fidesz, elveszik és szétosztják maguk közt. El kell mondanatok nekik, hogy nem mertek megállapodni, gyökeret ereszteni, mert ki tudja, hogy pár év múlva hol fogtok élni. El kell mondanatok nekik, hogy nem mertek gyereket vállalni, mert bezáratják az iskolát, államosítják a tankönyvet, és a gyerek csak azt tanulhatja, amit ők akarnak. Ki kell törnünk a körénk épített falból. Ezt elkezdtük. A Nolimpia sikerével kiütöttük az első téglát, de lebontása csak veletek együtt sikerülhet. Ti vagytok a médiák. Ne féljetek az ebédnél politizálni. Magyar ember nem beszél, csak tűr. Elég volt ebből. Teli szájjal tűrünk, már ha meg tudjuk tölteni. Soha többé! Ha pedig van hatásod, akkor állj ki és ne félj. Ha zenész vagy és látod, hogy nem jó az irány, akkor emeld fel a hangot. Ha nagy cégnél dolgozol és van elérésed, akkor szólj, mert lehet, hogy pár év múlva már senki sem fogsz elérni. Ha reggeli rádiós vagy és pontosan tudod, hogy így hová tartunk, akkor beszélj. Lehetsz gasztroblogger, YouTube sztár vagy épp konzervatív értelmiségi, ha van hatásod. Állj ki! Ne pár év múlva döbbenj rá, hogy amikor tehettél volna, akkor nem tettél. Cselekedjetek! Mindenki úgy, ahogy neki a legjobb. Amire van ereje, ideje, ízlése. De cselekedjetek! Tűzd ki az európai jelképeket! Támogass minket! Kérd számon a képviselőt! Aktivizáld magad a cselekvés köreiben. Lépj be hozzánk, vagy légy a médiánk. Ami pedig a ma estét illeti, ott vannak köztetek a momentumosok. Kér tőlük matricát, van több tízezer. És ma éjjel javítsuk ki az összes utunkba eső propaganda plakátot. Ragasszuk át őket az utcán, a buszon, a villamoson és a metrón. Hagyd ott a magad nyomát! És még egy dolog. Higgyetek benne. Higgyetek benne, hogy sikerülhet. Higgyetek benne, hogy egy év elég. És higgyetek benne, hogy be lehet indítani Magyarországot. Mi hiszünk benne, és bennetek. A közös célért mindent megteszünk. Ti pedig higgyetek közös erőnkben. Higgyetek bennünk akkor is, ha hibázunk. Higgyetek bennünk akkor is,
ha egyszer egy nyilatkozatban hülyeséget mondunk. Higgyetek bennünk, higgyetek magatokban, mert csak veletek együtt sikerülhet. Van egy év, van remény, van választás. Gyertek velünk! Köszönjük a kemény szavakat! Bennem már nem kérdés, Európához tartozunk? Yeah! Hagyjuk, hogy Oroszországhoz láncoljanak minket? Yeah! Mert tényleg újra jönnek, de nem félünk! Hagyjuk, hogy a saját adónkból létrehozott propagandagép elvakítsa barátainkat, ismerőseinket. Honfitársaim? Elmehetünk Európába, de hol akarunk élni? Mi nem Oroszországhoz akarunk tartozni, hanem Európához, és ez nem alkutárgya. Ez ellen a Momentum mindent megtesz, de a ti segítségetek is kell. Csatlakozzatok hozzánk! Jelentkezzetek a honlapunkon, segítsetek abban is, hogy az igazság minél több emberhez eljusson. Beszéljetek a családdal, barátaitokkal arról, mi történik valójában az országban, mit hallgat el a propaganda. Nyáron pedig július 20-a és 23-a között gyertek el a Momentum Fesztiváljára, ahova azokat is várjuk, akik politizálni akarnak, és azokat is, akik csak egy közösségre, ahol Magyarország mindennapjairól lesz szó. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük, hogy együtt átélhettük a közösség erejét. Hogy hitet és erőt adtok nekünk az előttünk álló nem könnyű egy évben. Közösen sikerülni fog. Semmiképp ne menjetek el üres kézzel. Arrafele még a rendezők osztogatják a matricákat. De a tüntetésnek most vége. Mindenkit arra kérünk, hogy menjen haza, és adja le a hozzá legközelebbi Fidesz irodákban a tüntetésen osztogatott lapokat, amiket reméljük, hogy mindannyian kitöltöttetek. És üzenjük meg nekik, hogy miért fontos Európához tartoznunk. Ők napról napra gyengülnek, mi napról napra erősödünk. Tartsatok velünk, közösen sikerülni fog.